Jani, évtizedek óta jársz a Bozsik stadionba, és az utolsó tétmérkőzésen vagyunk. Mondd el nekünk, hogy melyik volt az első meccs, és a legkedvesebb emlékek közül egy párat, ami elsőre eszedbe jut. Az igazság, a legelsőkre nem emlékszem, még apám hozott ki, és csak elfutkároztam itt, meg a stadionban is, meg az öcsék játszottak. De ami már önállóan magamtól, mert az 62-től kezdődött, és a legemlékezetesebb meccse még az elején, mikor a Komrát elhozták Szombathelyről, marha nagy hó és a tiszta latyak volt a pálya, és Komrát felvágták a 16-osra, mert kicsúszott a pályáról. Ő begurult, és a latyagos kezében pofán vágta egyik Szombathelyt, ki is állították. Ennek ellenére mégis megnyertük a meccset. Ez az igaz, első olyan futballista igazi élményem. Hát aztán jött a több ezer, úgyhogy mondanom se kell. A következő 55 év már erről szólt, hogy rögtön már a 34 meccsen már kísérgetem a csapatot, 63-ban, már 3000-re mentünk külön vonattal Debrecenbe, ugyanaz évben szintén 3000-re mentünk Szegedre, mindenhol győztünk Debrecenbe 3-1-re, Szeged ellen 4-3-ra lent Szegeden. Csodálatos időszakok voltak, és ezt követték a hatalmas vonulások. Igazából az 56-os sikerek akkor jöttek ki a kispesti lakosságon, és akkor tudatosult mindenki, hogy mekkora csapatunk volt, és ezrébe jártak. Az összes szomszéd megindult az utcán meccs előtt, és mindenki jött meccsre. Tehát nem kell beszélni. Jöttem magad, és vidékre is szenzációs volt. Tehát én az időszakot kívánnám mindenkinek, legalább 10 éve kezdte élje meg, hogy az a több ezer, itt 20-30 ezeren voltunk ebben a kis stadionban, és csodálatos volt vidékre is venni. Nem volt olyan, 20 éven keresztül minimum 2000 volt minden vidéki meccsen, úgyhogy nekem egy óriási élmény volt mindig. Hát ugye Kispest a szívem, meg a párom, ő is kispestén született, úgyhogy nekünk ez a élet. Itt nőttem fel, barátom is ide járt iskolába, úgyhogy meg hát ez a pálya, ez minden. Igazából majdnem minden volt, amit én csak halott nem, még biztos, hogy nem leszek. És hát igen, mikor Kispest lettünk újra, akkor kicsit a szerepem megváltozott, és akkor, de élveztem, hogy a rengeteg szervezés, ugye, hogy piros-fekete színűek lettünk 91-ben, hogy az a rengeteg, mint amit itt csináltam most az utakét, a zászlókét, a trikókészítés, stb. Meg az utazások fantasztikus, Genovától kezdve, az ultatábor is megalakult. Ez mind óriási élmény volt. Tehát kispestiek lenni, fantasztikus élmény volt végig. Köszönjük szépen!